Babits Mihály, esti kérdés. Midőn az est, e lágyon takaró, fekete, sima bársonytakaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirmaráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zamáncot. És úgy pihennek e lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik e lepelt tehernek. Olyankor bárhol járj a nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna búsz szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázt, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt. Vagy fáradtan, domboldalán, ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel álmos kocsisod búbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen városbolygán keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát. Vagy épp a vízi városban, a Riván, hol lángot a próz, mat opál tükör, merenge messze múltba visszaríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba. Nejmiként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott, emlékektől terhes fejedet, a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt, és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való. Mégiscsak arra fogsz gondolni árván. Minek a sejmes víz, a tarka márvány? Minek az est, e szárnyas takaró? Miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető? Minek az árok, minek az apályos a felhők, e bús dalaid a lányok, s a nap ez égő szizifuszi kő? Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a pici fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?